Azért vagyunk ma itt, mert a parlament, illetve az országgyűlés arról tárgyal, hogy módosítsák a szabálysértési törvényt vagy nem. A célunk az, hogy minden embernek legyen emberhez méltó, biztonságos és megfizethető otthona. Hajléktalanságot nem hajléktalanságként kell kezelni, hanem lakás problémaként. Bűnbakokat keres a kormányzat, ez egy eszköz. Ezzel akarják a hajléktalanokat bűnbakká tenni. De ha megnézzük, szisztematikusan minden csoportot lassan bűnbakká tesznek. Tehát, hogy ez nincs rendben. Mi is lehetünk hajléktalanok holnap. Tehát én azért vagyok itt többek között, mert átérzem ezt az emberek problémát, meg azt is, hogy bárki bármikor lehet, ugyanilyen helyzetbe kerülhet. Arra kérünk titeket, hogy feküdjetek le a földre. Titeket, hogy egy kicsit gondoljatok bele, hogy milyen is lehet az, amikor az embernek ez az egyetlen lehetősége arra, hogy éjszaka lefeküdjön aludni. Most pedig megkérjük a hatóságnak a képviselőit, hogy kezdjék el a munkájukat végezni az új szabálysértési törvény értelmében, és úgy álljanak el a hajléktalan emberekkel, ahogy ez a törvény kimondja. Nem poénból fekszik le az ember a földre, hogyha nincs más választása, valahol aludnia kell, és miért kell megbüntetni azt, akinek már amúgy is van elég baja. Olyan nincs, hogy hajléktalan bűnöző, szerencsétlen emberek vannak, akik az utcán élnek, ilyen olyanokból, magának felróható vagy magának fel nem róható okokból, és igenis a társadalomnak meg kell látni ezekben az emberekben az embert, és meg kell látni azt, hogy ezeknek az embereknek ugyanolyan joguk van egy normális élethez, és azért, mert az utcán lakik, nem lehet börtönbe zárni. Hogyha megnézzük a Bibliát, akkor látjuk, hogy gyakorlatilag egy olyan embert imádnak vasárnap, aki hajléktalan volt, aki szegény volt, és hogyan fordulhatnak el tőle mondjuk hétfőn, és hogyan fordíthatják el a fejüket, és nem segítenek.